az ember számára két tükör adatott. A valóság tükre és az igazság tükre. A valóság tükre az, amit látunk akkor, hogyha fizikailag tükörbe nézünk. Bemegyünk a mosdóba és tükörbe nézünk. Az is valamilyen szinten a valóság tükre. Az, hogy most már nem úgy nézek ki én sem, mint ahogy ezelőtt 20 évvel ezt a fizikai tükör, ami ugye üvegből és ezüstből készül elvileg. Mert az ezüst nagyon hengerelhető, nyújtható, lapítható. Tehát a tükörnek a hátlapján elvileg ezüst van. Régebb ezüst volt, most már nem tudom mi van. Teljesen mindegy. Ez a tükör meg tudja mutatni azt, hogy Attilácska az elmúlt 20 évben nem fiatalodtál. A szakállat, a frizurát, az őszhajad, az ősszakállat már nem arra utal egyáltalán, hogy te fiatalodtál volna, megújultál volna, rugalmasabb lennél, hanem inkább arra utal, hogy öregedsz, gyengülsz, betegedsz, kérgesedsz, és majdhogy nem fizikailag mindenki használhatatlanná fogsz válni. Ezt mutatja a valóság tükre. És ugye ez a fizikai tükör, de ugyanakkor, hogyha az embernek van önkritikája, az óriási ajándék Istentől, nagyon kevés embernek van önkritikája. A legtöbb ember szenvedélyes, hazudozó, mindenki hazudik magának kivétel nélkül. Velem az élen, hogyha az Úristen enged, hogy hazudjak, tudjak hazudni, persze nem engedi, mert kértem tőle, hogy ne engedj, hogy hazudjak magamnak. Még így is megkísért az agyam, a szürke kígyó a fejemben, koponyámban, a szürke tekerényes kígyó megkísért, hogy hazudjak magamnak, de mindenható Isten nem engedi ezt. Tehát mindenki hazudozik magának, úgyhogy az önkritika, az, hát ahogy is mondjam, az már egy szinte egy ilyen elavult fogalom, egy ilyen muzeális fogalom. A múzeumban ki van írva, hogy önkritika, és le van írva, hogy milyenek a jelentése. A legtöbb embernek, a modern embernek nincs önkritikája. Olyan, hogy önvizsgálat nincs. Lehetetlen emberek. Tehát már Salamon azt mondja az emberről, hogy az ember szenvedélyes hazudozó. Saját magát sem kiméri a hazugságaitól. Tehát mindenki hazudik önmagának. Ezért mondtam azt, hogy az önvizsgálat meg az önkritika az nem igazán esedékes. Pedig az is tükör lehetne, hogyha az embernek lenne. Akinek ad a mindenható Isten, mert kéri, mert ugye Isten ezt megadja ajándékba az embernek, aki kéri annak, aki kíván újjászületni. A valóság tükre, ami népszerű és mindenki ismeri, hát az embertárs tükre. Az embertárs szemében a szálka, ugye? Az a valóság tükre. Az embertársaink tükrében meglátjuk azt, hogy milyenek vagyunk. Körülbelül néha az ember felnagyítva látja saját magát embertársai tükrében. Például, hogyha nekem hajlamom van a részegeskedésre, akkor Isten azt felnagyítva mutatja meg nekem egy embertársam tükrében. Az a valóság tükre. És a valóság tükre, emberek, az igazság az, hogy eléggé lesújtó. Tehát a valóság tükre, amikor én meglátom, akár az ismerőseimben, akár az ellenségeimben, akár a szeretteimben, a családtagjaimban, meglátom magamat, meglátom az én értékrendemet, hogy miért éltem mostanig, az elmúlt 40 évben, vagy akárhány évben, miért éltem én mostanig. Hát az eléggé lesújtó, emberek. Hogyha valakinek ez megadatik, mert a valóságot sem jól látja az ember. Tehát az agykont, az az ember, aki az agykontrollt műveli, meg ilyen önhipnózis, meg pozitív gondolkodás, az ember az reménytelen állapotban van. Mert a valóságot sem akarja látni tisztán. Tehát nem engedi, hogy a valóság őszintén tisztán megnyilvánuljon számára. Ilyen az ember. Tehát a valóság tükre, ahhoz, hogy aktiválódjon, ahhoz kell egy ilyen videó például, vagy kell egy ilyen kijelentés. Hogy ne feledd, ember, hogy a te embertársad téged mutat, tehát a te szeretteid, apát, anyát, testvéreid, barátaid, szomszédod, ők azt mutatják meg bennük, azt látod meg, ami benned is megvan, felnagyítva.
hogyha nem gyakorolsz semmilyenféle boszorkánságot, ilyen agykontroll, meg ilyen önhipnózis, meg ilyen önszuggesztió, meg pozitív gondolkodás, vagy ilyen marhaságokkal nem foglalkozol, akkor meg fogod látni a körülötted lévő emberek tükrében azt a valóságot, amit te éltetsz, a te lelkedből, a te véredből él ez az elbukott hazug emberi valóság. Na, a valóság tükörről ennyit körülbelül. Elmondtam, hogy mi a valóság tükre, hogyan nyilvánul meg. A tükörben, hogyha nézem magamat, vagy pedig, hogyha önkritikám van, vagy pedig, hogyha embertársaim tükrében meglátom magamat, ez a valóság tükre. Valaki egy ilyen kellemetlen ember bejön a képbe, elkezd nekem ottan mondani, látom, hogy fölösleges dolgokról beszélget, megállás nélkül tele tömi az agyamat fölösleges dolgokkal, ez mind a valóság tükre megmutatja, hogy ki, milyen Bodó Attila, ki Bodó Attila. A karnális testi Bodó Attila. A valóság tükre emberek az úgy pofon ver, mint a villám. Nem kellemes egyáltalán, de mégis üdvös. Mert aki a valóságot nem látja meg magáról, meg az embernek semmi esélye nincs meglátni az igazságot. Zéro. Semmi esélye nincs. De Isten kegyelmes, ő adja az igazság tükrét. Odaadta nekünk az igazság tükrét Jézus Krisztus személyében, az ő személye által. Egészen pontosan Jézus Krisztusban, mert neki nem személye volt, mert ő a tökéletes ember. Megmutatta az igazság tükrét. Megmutatta azt, hogy az igazságban lévő embernek valóságos hatalma van arra, hogy legyőzze a halált. Nem csak a bűnt, az ostobaságot, a hazugságot, az önhipnózist, hanem a halált. Isten lehetőséget kínál az ember számára, hogy legyőzze a halált a szó legszorosabb értelmében, akár fizikailag is. Ezt én bátran kimerem jelenteni, emberek, akár fizikailag is, akár, tehát legfőképpen lelkértelemben legyőzni a halált, hogy a lelkem ne torzuljon el, ne legyek csótány a lelkemben, ugye? Ezt adta mindenható Isten az embernek. Tehát Jézus Krisztusnak a tükrében, hogyha valaki meglátja, hogy milyen az igazi ember, az eredeti ember, Istennek a tökéletes elképzelése, az legyőzte a halált. Erre adatott az igazság tükre, emberek, az igazság tükre. A valóság tükre az arra, hogy verjen pofon, jó, adjon egy hatalmas maflást, hogy ébredj már fel, ember, hogy a szarért élsz. Ahogy mondják a magyarok, mondták a táposok, magyarországi táposok, Isten bocsássa meg, hogy én mondom, most már bátrabban mondom, mert most már a székelyek is táposok, tehát mi sem vagyunk különbek, mint ti. Táposok vagyunk, be vagyunk etetve amerikai táppal, mindannyian. Régebb úgy mondták a magyarországi táposok, az akkori székelyeknek, ők még akkor még nem voltak táposok, hogy szarért, húgyért jöttél ide dolgozni, szarért, húgyért. És ez így is történt. De most már úgy vagyunk, hogy ezt mindenki ezt csinálja, szarért, húgyért dolgozik, itt Székelyföldön is. A székely tápos is szarért és húgyért dolgozik, de már nem is látja. Ez a borzalmas, hogy már nem is látjuk. Miért? Azért, mert vakok vagyunk. Ha vakok lennénk, nem van a bűnünk. De azt hiszük, hogy látunk, miközben vakok vagyunk, és nem veszük észre, hogy szarért, húgyért dolgozunk. Az életünk teljesen fölösleges. Fölöslegesen éljük a karosszériánkért, éljük az olyan, mint a taxisofőr, aki azért dolgozik, hogy a taxiját folyton karban tartsa, hogy ne rozsdázzon ki alóla, és neki nincsen semmi jövedelme. Csak azért dolgozik, hogy a taxiját fenntartsa. A legegyszerűbb példa ez. Szóval a valóság tükre ezt mutatná meg az embernek, de már ehhez is Istennek hatalmas kegyelme kell. Ezért mondja Jézus, hogy kérjél tőlem szemgyógyító írt. Ha nem kész tőlem szemgyógyító írt a szemeidre, nem fogod meglátni azt a borzalmas valóságot, hogy te rothadásért élsz, a rothadásért dolgozol. Nem az örökké való kincsekért, nem az igazi kincsekért, nem az életért, hanem a halálért, a rothadásért dolgozol. És most én arra szeretném kielezni ezt a felvételt legfőképp, hogy sokan megismerték mind a két tükröt, valamelyest megismerték a valóság tükrét, és megismerték az igazság tükrét, Jézus Krisztust. Nem szektában, nem vallásban, hanem hozzáfordultak személyesen. Megkapták a lehetőséget arra, hogy megismerik az igazságot. És
De azt mondja Jézus Krisztus a Jelenések könyvében, hogy ti éppen úgy, mint a zsidók, ahogy mondta Illés, kétfelé sántikáltok, hidegek sem vagytok, forró sem vagytok, lágymelegek vagytok, langyosak vagytok, langyosak. Egyszerűen használhatatlanok vagytok. Kivetlek téged az én számból, kivetlek titeket a számból, az igéből kidoblak titeket, azt mondja az Úr Jézus, mert langyosak vagytok, ez így nem jó. Jobb nektek, ha kidoblak a számból, akkor szépen visszamentek a világba, és robotoltok. Hátfájás, térdfájás, különböző daganatok, meg minden, addig, amíg felébredtek, hogy ti visszamentetek a világba, a mocsokba, a rothadásért való robotolásba. És ez történik, hogy emberek, akik kaptak elhívást az életre, ahelyett, hogy belekapaszkodtak volna az igazság tükrébe, hogy azt néznék minden nap, mindig néznek vissza a valóságra, folyton a valóságra visszatekintenek és süllyednek, mint Péter a tengerbe. És nem lehet őket kihúzni, hagyni kell, hogy fuldokoljanak. Amikor már a trágyalé folyik be a szájukon, akkor talán felébrednek. Bizonyos embereket nem lehet felébreszteni. Szörnyű. Ezért hagyni kell. Azt mondja Pál, hogy az ilyent átadjuk a sátánnak, a test töredelmére, a test gyötrelmére. Mert egyszerűen nem akar felébredni. Nem akar, nem és nem akar felébredni. Az ilyent átadjuk a sátánnak, a test gyötrelmére, hogy talán a lelke aztán a végén megmenekül. Sokan megkapták a kegyelmet Istentől, Jézus által. Megkapták az igazság tükrét. De nem éltek azzal. Nem éltek a lehetőséggel. Nem akartak megtisztulni az igaz tükör által. Az igaz tükörben meglátni a bennünk lévő mocskot, bűnöket. Őszintén megundorodni attól, megvallani, hogy emberek, ezt csináltam, de megundorodtam. Én ebben és ezért tovább nem akarok élni. Ezt nem tették meg, nem vallották és nem vallják még. Kucorgatják az ezer éves bűneiket ott a lelkükön, nem vallják meg és nem tisztulnak meg. És ezért hozzuk folyton, megy vissza a valóság tükre. A vérszívó pióca emberek által, vérszívó és pióca emberek által, akik a halott dolgokról képesek beszélni, szüntelenül, megállás nélkül. És le vannak sütve, hogy jaj, hogy miféle ember ez? Mi az, hogy miféle ember? Olyan, mint te. Isten megmutatja, hogy te mit választottál, hogy visszamentél az anyagba, a testbe, a matériába. Téged nem érdekel a lélek. Azért találkozol olyan emberekkel, akik folyton ilyen anyagiakról, földiekről, a rothadásról beszélnek. Mert visszamentél te is az anyagiakba, és Isten ezt mutatja neked. Ez történik. Eldobtátok az igazság tükrét, ezt mondja az Úr, Jézus Krisztus. A Jelenések könyvében másképp írja, metaforikusan, különböző képes beszédekkel, allegóriákkal, de ugyanez. Eldobtátok az igazi tükröt, kétfelé sántikáltok, langyosak vagytok. Megtagadtátok a bizonságtételt, nem tesztek bizonságot, nincsen örömötök, nincsen mindennapi kenyér fentről, nincsen megújulás, nincs semmi. És ezért ömlenek vissza a testi, földhöz ragadt emberek az életetekbe, és kell hallgassátok az unalmas dumájukat, a legújabb receptekről, a sok marhaságról, a földhöz ragadt dolgokról. Eldobtátok az igazság tükrét. Ezt mondja az Úr, az ég és a föld teremtője. Sokan eldobták az igazság tükrét, mert nem tettek bizonságot, nem akartak megundorodni a régitől, nem akarták eldobni a régit, megtartották a régit, és eldobták az igazság tükrét, és ezért a valóság tükre gyilkolja őket éjjel és nappal, még álmaikban is. A valóság tükör, a valóság tükre gyilkos emberek. Gyilkos, és sokan visszalettek adva a gyilkos kezébe, hogy le legyenek úgymond gyilkolva, legalább testileg, mert nem maradtak hűségesek az igazság, nem az igazság tükrét fényezték magukban, az ő szívükben, hogy legyen az tiszta, és lássák, hogy miben vannak, hanem visszamentek a valóságba, és olyan emberekkel vannak körülvéve, akik leszívják az életüket, az élet erejüket teljesen fölöslegesen. Ez történik.
aki nem néz az igazság tükrébe, aki nem arra néz, aki a tengeren járt, aki Pétert kiúszta a tengerből, aki nem ránéz, az a valóság tükrét kell bámulja, és süllyed, és süllyed, és jönnek vissza a testi problémák, fölösleges testi problémák, s az sem tudja, milyen baja van, hogy miért fáj itt, miért fáj ott, miért kellett avval az emberrel találkozni, fogalma sincs semmiről. És az egész annak köszönhető, hogy nem ragaszkodtak az igazság tükréhez, nem akartak bizonságot tenni az életről, nem akarták az életet felvállalni minden körülmények között. A földhöz ragadt pióca emberek előtt is, a testi, karnális emberek előtt is. És mivel nem akarták felvállalni az igazságot, ez itt a valóság tükre újból felvállalta őket, és kezdte lefelé húzni őket a mélyre. Drága emberek, ez a hitlemes harca az embernek minden órában, minden minutában el kell döntenie, hogy melyik tükörbe néz. Melyik tükörbe akarsz te nézni? Az igazság tükrébe, és arról beszélsz, arról teszel bizonságot, és hogyha valakit nem érdekel, semmi gond, mész a más királyba. Az igazság tükrét választod, vagy pedig a valóság tükrét. A valóság tükre az választ téged. Folyton visszaömlenek hozzád a rothadás képei a szemeid elé. Hiába valóságról locsogó, fecsegő emberek, vérszívó piócák és emberek. Ez a valóság tükre. Akkor, hogy az igazságot megtagadtad, ha az igazságtól elfordultál, tudjál róla. Isten könyörüljön rajtad, rajta mindannyiunkon. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!